Egy pocsolya emlékiratai címmel Örkény István egyperceseire épülő műsorát adta elő Orbán György előadó művész Szekszárdon. 1972. március 22-én egész nap esett az eső, és én összegyűltem egy nagyon kellemes helyen. Meg is nevezem Budapesten, Magyarország fővárosa, a 13. kerületi Dráva utca 7-es számú ház előtt, ahol horpadt a járva. Ott értem, érdekértem. Sokan belém léptek, aztán visszanézve szittak, ócsároltak, kemény szavakkal illettek, melyeket nem írok le. Két napig voltam pocsolyazok, szó nélkül tűrve a sértéseket. Mint ismeretes, 24-én. Örkény István a 20. század jellegzetes hangú magyar írója elsősorban drámáival lett ismert Európában is. Hogy miért pont a magyar fekete humor atyára esett a választás? Azt hiszem, hogy itt ez valahol a koromban keresendő ez a szemléletmód változás. Hát régebben én másokat is játszottam, elsősorban némileg fiatalabban a világ tragikus megfogalmazása volt, ami úgy éreztem, hogy a számízére megfelelő. Aztán, ahogy az ember halad előre az években, úgy egyre inkább hajlamos arra, hogy azt a sok ferdességet, ostobaságot, ami körülveszi őt, azt egy kicsit megmosolyogva, nem nevetve, nem boldogan, de egy kicsit megmosolyogva vegye tudomásul, és hát úgy is akarja megfogalmazni. Azt hiszem, hogy így jártam én is. Groteszk egypercesei azonban igazán, talán csak magyarul élvezhetők és érthetők. Ez bizonyította a szekszárdi előadás sikere is, ahol hatalmas érdeklődés övezte az estet, és zsúfolásig telt a nézőtér. Ehhez persze olyan művész kellett, mint Orbán György, aki remek groteszk szerepjátékot talált ki. Az előadás rengeteg előkészület és felkészülés előzte meg, hogy ilyen minden másodpercében kitalált darab szülessen. Tulajdonképpen nagyon hosszú. Azért leginkább, mert egy ilyen anyagot, most maradjunk például konkrétan az Örkénynél, ezt amikor először kézbe vettem, és először egyáltalán egy kis csíra kibukkant, hogy én ezt szeretném megcsinálni, akkor az nagyon sokáig tartott, amíg egyáltalán ezen gondolkodtam. Válogattam a szövegeket, hát az csak az önmagában évekig tartott, mire egyáltalán ez a szöveg nagyjából kialakult. Ilyenkor az ember egy kicsit hagyja pihenni, félreteszi, közben másik munkáival foglalkozik, aztán egyszer csak, mint egy ilyen föl-föl lobbanó szerelem azért úgy fölüti magát, hogy akarok vele foglalkozni, és akkor megint előszedem. A groteszk nem írói stílus, hanem ősi, emberi magatartás Örkény értelmezésében. A groteszk megingatja a végérvényest, megkérdőjelezi a kinyilatkoztatásokat. Írói stílusára is érvényes, hogy minden annak van alárendelve, hogy jellemeket fessen, környezetrajzot adjon. Tulajdonképpen több olyan darabom is van, amiben én ezzel próbálkoztam. Ez egy sajátos műfaj nyilván, amit csinálok. Én itt egyedül vagyok a színpadon. Tehát rá is kényszerülök arra, hogy esetenként több figura is megjelenjen, akár egymás mellett, akár egyszerre megszólalva. És én azt gondolom, hogy ez meg tud így is élni. Nyilván ennek ad egy ilyen furcsa csavart, hogy ez egy emberben jelenik meg fizikailag, de hogyha abban az egy fizikai valamiben, amit az ember képvisel, mégiscsak a két személy egyszerre létre tud jönni, akkor szerintem ez egy működőképes, és hát úgy vettem ki, hogy talán megy is. A világ fonákságai, ferdességei, torzulásai csak torz tükörben láthatóak igazán. Vélhette Örkény István, és véli a 45 perces színpadi játék összeállítója és előadója Orbán György. Előadó estjében megelevenedik az egypercesek groteszk, néhol abszurd világa, és a néző hol könyvpotyogtató nevetéssel, hol fagyos borzongással tekinthet körül. Az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves Pech-Széria. Visegrád akkor már nem ennek a csökkis országnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek
négy vagy öt tenger mossa a partjait. A díszlettelen, kis térben kellékek nélkül zajló játék az előadó puszta személyiségének eszközével képeket, helyzeteket villant fel, s hol egy pocsolya, hol egy buszba zárt utas, a saját lelövéséről tudósító író, hol egy marék homok perspektíváján keresztül láthatja a hétköznapok mögött felsejlő mindenséget. Dunainak azért nevezik a köztársaságot, hogy nehogy összecseréljék egy másikkal, az alsórajnai magyar köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűjt alsórajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevét.